Megjelentek az első pollenek, megérkezett az allergia időszaka, a mogyoró már a levegőben van. Mosolygó Éva háziorvostól megtudtuk, a tüneti szereket akkor kell elkezdeni, amikor a pollenek megjelennek a levegőben. Ilyenkor az allergiás betegeink elmondják, és látjuk is, hogy nagyon erős orrfolyás, orrviszketés, szemviszketés jelentkezik, illetve köhögés is társulhat, az nem mindig. A klasszikus szénanáthában ilyen érdekes, viszketős, kellemetlen ígőérzésről számolnak be a pollen jelenléte idején. Nagy különbség a fertőző betegségekkel szemben, hogy láz sosem kíséri, és folyamatosan egyformán tart. Az orrfolyás sosem válik színessé, és nem lesz rossz általános közérzet. A háziorvos hozzátette, fontos az allergiás betegeknél az antihisztamin orrspray, szemcsepp mellett a pollendús helyek kerülése, illetve a hazaérkezést követő azonnali átöltözés. Létezik a tudománynak egy új vívmánya, az allergén immunterápia, amelyet legalább 3 évig folytatni kell. Ez alatt a szervezet hozzászokik ahhoz az anyaghoz, amire allergiás. Érdemes tájékozódni a gondozó allergológusnál, hiszen az eljárással jobb életminőséget lehet biztosítani. Önmagában az articsóka is rettenetesen jó, nagyon tökéletesít az emésztést. Itt az a probléma, hogy a rettenetesen sok fehérje többlettől terelődik a máj, amit nagyon nem tudnak az emberek, zsírfehérje többlet. Ezek a gyógynövények ezt a problémát oldják meg, hogy ez a többlet ne legyen. A máj tisztítása tehát nagyon fontos. A szerv állapota meghatározza, hogy milyen allergiás tünetek jelentkeznek. Nyilván akinek most kezdődött, ő nincs rá felkészülve, de mindenféleképpen fontos, hogy a májunk milyen működésbeli energiát tud biztosítani nekünk. Tehát fontos a májtisztítás, a májvédelem, főleg a téli nehéz zsíros ételek után. Egyébként is fontos a tisztítás, de ebben az esetben mindenféleképpen jelentősége van. A mária tövis, mint gyógynövény, ilyenkor nagyon-nagyon hasznos. A B-vitamin termékcsalád, a B-komplex szedése szintén ugyanolyan nagyon hasznos. A táplálkozás tudományi szakember hozzátette, természetesen az articsóka tartalmú készítmények is jól működnek, mint kiegészítő tisztítószerek. A gyógynövények tárháza gazdag. Az allergiás tünetek megelőzésére jól működik a fekete kömény és annak kivonata, a gránát alma folyadék vagy kapszula formájában, a szőlőmag és szőlőmag héj, illetve annak örleménye.